Gazdag rendezvénysorozattal várt a Hajdúnánás városa az idei Szent István napi ünnepet. A programok már 19-én elkezdődtek, amikor a főtéren a Hajdú Bokrita népdalkör tagjai adtak műsort, az magyarokért szól a szípnóta címmel. Veres Sándor, Veres Sándorné, Bózsárkat és Szabó Attila ismét elvarázsolták a hallgatóságot. Az Iris táncstúdió már egy másik műfajt képviselt, akik vérpesdítő dallamokra táncoltak, különféle koreográfiákat mutatva be. Este 7 órakor kezdődött Keresztes Ildikó műsora, akit óriási érdeklődő közönség várt, nem véletlenül. Az első magyarországi X-faktor egyik mentora igen nagy népszerűségnek örvend. Mai adásunkban majd láthatják a vele készített interjút és részleteket műsorából. Este 8 órától a hagyományos utcabál következett, amelyen Tóth Sándor és zenekara szolgáltatta a talpalávalót. Sokan voltak a téren, a jó idő kedvezően befolyásolta a kétnapos rendezvénysorozatot. Másnap délelőtt 10 órakor folytatódott a Szent István napi városi ünnepség, amelynek szerves részét képezte a harmadik hazaváró találkozó. Ünnepi istentisztelettel és szentmisével tisztelgett a két történelmi egyház államalapító Szent István királyunk emléke, életműve előtt. A református templomban főtiszteletű Hegedűs Lórán püspök úr hirdetett igét, melyben kiemelt helye volt a magyarságnak, hazaszeretetnek, hitnek. Emberként születtünk a hajdúnánási Szent Eklézsiának, városnak, magyarországi Kárpát-medencei településnek területén. És itt születtünk emberként magyarnak és hajdúsági, keresztény, református, római katolikus hívőnek. És ez a hármas egy meghatározásunk akkor, amikor a hajdúnánási hazalátogató napoknak keretében szülőföldünkön megállunk Isten előtt való hálaadással, vagy eljövünk ide az országnak, a világnak bármelyik részéből, hogy hódoljunk ő előtte, aki előtt hódolni a legigazabb szabadság és a legteljesebb győzelem, akkor az Isten igéjének vezérfonalát követve megteljesedünk az ő teremtő, születést adó, megtartó és végcélra vezérlő, egy szóval így mondjuk, üdvözítő kegyelmével. Lélekben boruljunk térre és arcra a mindenható Isten előtt, ezért a születési, megtartói és üdvözítő kegyelemért,
A római katolikus templomban Tamás László káplán úr mutatta be az ünnepi szentmisét. Államalapító szentkirályunk emléke az évszázadok során mélyen átitatódott vallásos tisztelettel, áhítattal. A káplán úr méltatta István király azon érdemét, hogy felismerte, a kereszténység felvétele elterjesztése nélkül a magyar nép elveszett volna. Fölismerte, hogy államunkat is valóban úgy tudja megmenteni, ha a kereszténységet elterjeszti ebben a hazában, és fölismerte lelki ismeretében, hogy valóban Jézus Krisztusra kell építeni nem csak ezt az országot, hanem családja életét is. Most, amikor katolikus egyház a családok évét üli, fontos, hogy végig gondoljuk Szent István király, hogyan is lett példaképe gyermekei számára, hogyan is lett példaképe nemzete számára, és hogyan tudta valóban, mint a Szent Család hű sáfárja Szent József, és mint ő is családját a hitre, az Isten ismeretre elvezetni, eljutatni, és valóban példát mutatni, hogy ki ez a Jézus Krisztus, hogyan élte meg hitében a mindennapokat, hogyan tett tanúságot Jézus Krisztusról ebben az országban, mint államfőként, mint családapaként, hogyan tudta valóban a hitre nevelni gyermekeit, feleségét, és hogyan tudta valóban a hitet az ő élet példájával, tanúságával az emberek felé terjeszteni és elmélyíteni. A templomi áhítatok után a református templomkertben a Bástyafalnál folytatódott immár a világi emlékezés Hajdonánás város önkormányzatának szervezésében. A Hajdonánási Lovasklub a hagyományokhoz híven díszes ruhában hozta a térre a nemzeti lobogót és a városunk zászlaját. Állami ünnepünkhöz méltó verssel Babits Mihály Hazám című költeményével köszöntötte a résztvevőket Nagyidai Gergő, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház művésze. Repülj lelkem! Keresd meg hazámat! Áll a régi ház még. Zöld zsalúja mögött halkul anyám mélabúja. Őszhajú, de gyermekarcú bánat. Repülj lelkem, keresd meg hazámat! Itt a szoba, melyben megszülettem, melyet szemem legelőször látott. Itt a kert, melyben építettem homokból az első palotákat, amit én emeltem, mind homok volt. De nagyapám háza bizton áll még, s éveimből e folytó romokból, hogy révébe meneküljek, vár még. Kelj fel lelkem, keresd meg hazámat! Nem egy szűk ház, az egész kis város, mint egy archipelagus vár nyája zöldje közt a tenger akácfának. Szállj ki lelkem, keresd meg hazámat! Ott a szőlőhegy, a tömzsi présház, mely előtt ülve, ha szerte néztem, dallá ringott bennem kétség és láz. És amit láttam tejszín napsütésben, mind hazám volt. Lenn az utca híven nyúlt alattam, mint a futószőnyeg, és a dombsor hullámzott, mint a szívem, halkan hullva égig a mezőnek. Röpülj lelkem, keresd meg hazámat! Enyhe dombsor, lankatag magyar föld, s az a Róna, túl már a nagyalföld szemhatártól, ahol a nap támad. Röpülj lelkem, röpüld át hazámat, szemhatártól szemhatárig. S újra, merre emléked, a halk selyempók vonja szálát, szállj a Rónán túlra, s át, hol állnak a bolond sorompók. És akármit ír a kard a rögre, lankád mellől el ne bocsásd bérced. Ha hazád volt,
az marad örökre. Azt a tényt senki nem vitathatja, ha István király nem terjeszti el a kereszténységet, nemzetünk azon népek sorsára jutott volna, akiket elnyelt a népvándorlás nagy forgataga, s akikről mára már csak a kiásott beszédes sírok, ősök megsárgult csontjai, krónikák elbeszélései emlékeznek. Többek között ezen gondolatokat is fogalmazta meg Szolák Tibor polgármester úr ünnepi beszédében. Szent István király ünnepén a független keresztény magyar állam megteremtését ünnepeljük. Az augusztus 20-án alkalmával tisztelettel emlékezünk mindazokra, akik a Szent Istváni örökséget, a függetlenséget, a kereszténységet, a magyarságot rendre megvédték számunkra és utódaink számára. Hálával kell erre gondolni, ugyanakkor érték és nemzetmentő munkájukat folytatnunk kell. István király ünnepe a magyar nemzet európai helytállásának, nemzeti megmaradásának ünnepe. Szent István európai értékeket választott, amikor a kereszténység mellett döntött, és az európai modern világhoz alkalmazkodott. Ezt azért is tette, hogy megmaradhassunk magyarnak. Hite és meggyőződése vezette, amikor trónra lépett, és hozzálátott nagy művéhez. Szent István megteremtett egy államot, amely a magyar nemzet fennmaradását biztosítja több mint 1000 éve. Mert mi másért térünk vissza újra és újra, még 1000 év múltán is az államalapító nagykirályhoz, mint hogy örüljünk, az ország áll, és hogy önbizalmat és erőt merítsünk Magyarország jövőjéhez. Augusztus 20-a közel 1000 éve kérdés szegez minden magyarhoz. Vállalod-e a múltunkat, magyarságunkat, minden tőle telhetőt megteszel-e a magyarság megmaradásáért, a magyarság jelene és jövője érdekében? Ma, augusztus 20-a túl azon, hogy a legősibb nemzeti ünnepünk emléknap, búcsúnap és az egyetemes magyarságnak a jelképe. Augusztus 20-án István szentélyavatásának napjára, ami 1083. augusztus 20-án történt, erre emlékezünk, amely 1991-től államalapító Szent István napjaként ismét hivatalos állami és egyházi ünnep lett Magyarországon. Szent István öröksége azt jelenti, hogy magyarság, kereszténység, európaiság egymáshoz tartozik. Persze nem kirekesztő módon, és ebben gyökerezik egész szellemiségünk, európaiságunk. Minden magyar embernek éljen bárhol is augusztus 20-a azt jelenti, hogy megőrizzük múltunkat, jelenünkben mindent megteszünk a hazáért, a szülőföldért, vagy ha úgy tetszik, azért az országért, ahogy gyökereinket találjuk. Ezeket a történelmi gyökereket találták meg azon határon túli honfitársaink is, akik ezt a mai nagyon szép és ünnepi alkalmat választották arra, hogy letegyék állampolgársági esküjüket az egyszerűsített honosítási eljárás keretében. Ezúttal hatan, Bai Zsigmond, Bai Anna Sarmaságból, Szilágy megyéből, Kára Iván, Kárajan Szolyváról, illetve Munkácsról, Sretye Maria Érselénről, valamint Nagy Imre Nagyváradról tettek ünnepélyes állampolgársági esküt. Én esküszöm, hogy Magyarországot hazámnak tekintem. A Magyar Köztársaságnak hű állampolgára leszek. Alkotmányát és törvényeit tiszteletben tartom és megtartom. Hazámat erőmhöz mérten megvédem. Képességeimnek megfelelően szolgálom. Isten engem úgy segéljen. Erdélyből és Kárpátaljáról érkező honfitársaink városunkat tisztelték meg azzal, hogy benyújtották magyar állampolgárság iránti kérelmüket. Ezektől a percektől kezdve, mikor városunk polgármestere ültetették az esküt, önök megszerezték a magyar állampolgárságot. Arra kérem önöket, hogy szíveskedjenek a honosítási okmányokat és az emléklapot átvenni polgármester úrtól. Megbeszéltek szerint szólítom önöket, Baj Zsigmondot és Baj Annát. Baj Zsigmondot és Baj Annát. Köszönöm.
tehettem. Kára Iván, tessék visszaállni. Kára Iván. Kára Iván. Kára Iván. Stretje Mario. Stretje Mario. És Nagy Imre. És Nagy Imre. Magyarország, az én csendes szép hazám, s oda vágyik gyönge szívem igazán. Vigy el, édes lovam hazáig, hogy ne fájjon a gyönge szívem hazái. A Szent István napi ünnepség hagyományos része az új kenyér megáldása és megszentelése, valamint megszegése. A református egyház részéről áldást mondott Gacsáy Gábor nagy tiszteletű úr, a római katolikus egyház részéről pedig Tamás László káplán úr. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk, te, aki kirendeled a kenyeret számunkra a földből, légy áldott most is, hogy földjeinkre esőt, uzánkra napsugarat, és mindazoknak erőt, egészséget és kegyelmet adtál, akik mindezt elkészíthették számunkra. Áld meg ezt a népet, a Kárpát-medencében és azon túl, áld meg ezt a népet, kis hazánkban, és áld meg a mi népünket, városunkban is. Ámen. Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus, te vagy az angyalok eledele és az örök élet kenyere. Kérünk, áld meg és szenteld meg ezt az új kenyeret, mint ahogy a pusztában az öt árpa kenyeret megáldottad. Add, hogy aki ebből hívő lélekkel eszik, az testének erőt, lelkének üdvösséget nyerjen belőle, általad, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. A megáldott és megszentelt kenyeret megszegte Dombi Imre úr, a református egyház világi gondnoka, valamint Buczkó József úr, a római katolikus egyház világi elnöke. Mindenható Istenünk, örök atyánk, kérünk téged, hogy áld meg mindennapi kenyerünket. Köszönjük neked az új kenyeret, köszönjük neked mindennapi kenyerünket. Amen. Keresztény magyar népünk ősi hite szerint a kenyér élet. Ezt az életet Isten ajándékának tekintették, és bármikor, amikor asztalra került, és még szeletlen volt, akkor keresztet vetettek az aljára, Isten monogramját helyezték el rajta. Erre neveltek nagyszüleim és szüleim, és én is erre nevelem ennek megtartására gyermekemet, akit éppen a mai napon 15 esztendővel ezelőtt ajándékozott nekünk a mindenható Isten.
gyerekek! Ennyi elég lesz nekünk. Jó, köszönöm. A 2011 évi Szent István napi ünnepség emlékező ünnepi része ezzel véget ért, ám közel sem volt vége a programsorozatnak, hiszen még délután 14 órától emléktáblát avattak az egykori Garai, ma még Marx Károly utcában dr. Nikodémosz István emlékére, majd 15 órától a Művelődési Központban a hazaváró ünnep találkozója zajlott. Nagy sikert aratott a Debreceni Néptánc Együttes műsora. Valamint a grúz népi együttes, akik a Debreceni Virágkarneválra érkeztek, és nálunk is bemutatták egzotikus, látványos műsorukat.
Este különleges produkciót láthatott az egyre nagyobb számú közönség. A Hajdú regét szabadtéri előadásban, amelyben ezúttal a szereposztás kicsit eltért a megszokottól, ugyanis több a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház művésze lépett színpadra, például Nemes Magi Pétert Nagyidai Gergő alakította, László szerepében pedig Vaszkó Bencét láthattuk. Száll az alföldi por, és figyel rá a déli pár. Olyan könnyen álmodik az, aki a pusztán jár. Száll az alföldi por, és figyel rá a déli. És a magasba száll. Száll az alföldi por, és figyel rá a déli pár. Olyan könnyen álmodik az, aki a pusztán jár. Száll az alföldi por, és fücsül rá a déli pár. Egy este 10 óra körül tűzijáték fénygömbjei tűzrózsái jelezték, véget ért az idei Szent István napi ünnepség, amely még mindig a legnagyobb látványosságnak számít, és szinte a félvárost a főtérre vonzotta. A svájci frank szinte nap mint nap emelkedik, bár a múlt heti történelmi csúcsok után némi gyengülés vette kezdetét a héten. Sajnos ez a gazdasági jelenség nagy számban érinti a magyar családok életét, mivel a forint gyengülésével jelentősen emelkedtek a devizában, különösen a svájci frankban eladósodott hitelfelvevők havi törlesztő részletei is. Nem csak az országban, de városunkban is sok családnak okoz fejtörést, hogy hogyan tudnák kigazdálkodni ezt a többletkiadást. Megkérdeztük tehát a hajdunánási embereket is, hogy ők figyelemmel kísérik-e a svájci frank napi árfolyamát. Hű, tegnap meg tudtam most, azt hiszem csökkenő félbe van a svájci frank árfolyama, mert a svájci kormány megtett minden intézkedést, hogy csökkentse a svájci franknak a hozamát. Úgyhogy most nem tudom, mert még nem vettem meg az újságot. Olyan 250 forint körül? Ó, nem igazán. 108, nem, 245. Nem jó. Nem tudom, hogy, mert a tévét nem mindig tudom nézni, de hát a rádióba szoktam hallgatni, hogy nagyon nem jó. Nem ment lentebb. Nem ment lentebb. 260 körül? Időnként, igen, de egyébként nem különösebben. Hál' Istennek nekünk nincsen tartozásunk. A drasztikus változás viszont sokakat közvetlenül vagy közvetve érint, hiszen az erősödő svájci frank miatt a devizahitelek törlesztő részletei akár a duplájukra is nőhetnek. Hiteltörlesztő. Mikor felvettem, volt 42 ezer, most meg 55 ezer. A piamat érinti. Piamat érinti, mert ő vette fel autót, és nagyon is érint, mert 22 ezer forinttal vette fel, és havonta egy olyan 13-14 ezer forinttal fizetünk többet az autóra, a kamatkompenzációt. Gyermekeinket igen nagyon érinti.
például a miénket, mindegyiket, mert mindegyiknek deviza hitelre van a lakásuk. Családban is vannak, kocsi törlesztés van is, érint egy pár embert. Autónk van, igen, ami svájci frankos, viszont a miénk olyan, hogy a futamidő fog hosszabbodni, eleve úgy kötöttük. A fiamat igen, de engem nem. Nekünk is van sajnos, vagy nem sajnos, kocsit úgy vettük, olyan pénz nem beír, úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz. 20.000 forint körül lelkeztük, most meg 30 valamennyit fizetünk már havonta. Szerencsére a gyerekeim közül, akik ezt igénybe vették, még bírják fizetni, tehát jó, jó a fizetésük. Mert a családban is van, aki felvették, azt fizetik a sok pénzt, mondjuk meg az igazat. Sajnos igen, mert az én gyerekeim is így vették fel a hitelüket, és sajnos igen. Ráadásul a forint gyengülésével nem csak a tőkét és a kamatokat kell gyengébb árfolyamon, tehát drágábban megfizetni, de a felszámított kezelési költség is emelkedik, noha annak elvileg nincs árfolyam kockázata. A kialakult kritikus helyzet okai igen összetettek, de sokak szerint leginkább a bankok és a kormány felelőssége lenne, hogy megoldja, vagy legalábbis mérsékelje az eladósodottak nehéz helyzetét. A bankok is, a kormány is. Ahogy hallom így a tévében, hogy zélik azok. Szerintem a kormány és a bank együttesen. A kormány ezt így megcsinál nekik, hogy csökkenteni ezt a pénzt, mert ez borzasztóba van. Nem csak mi ránk, mondjuk én nem esek bele, a családom benne van. A kormány kezdbe avatkozhatna, hogy a bankok úgymond ne szabadítsák el az árakat, mert szerintem a bankok csinálják azt, hogy szabadon gazdálkodnak ezek a valutákkal. A G9-ek most, ami volt gazdasági csúcstalálkozó, az Egyesült Államoknak a gazdasági helyzete. Ugye az Egyesült Államoknak a kormánya nem szavazta meg azt a költségvetési plafont, az adósság rendezést is. Ez úgy heteken keresztül húzódott, és úgy elszabadult a pokol. A befektetők azok meg rárepültek az európai árfolyamra. Az Egyesült Államok majdnem a csődbe ment megint másodjára, és ez okozta ezt a svájci eurónak a megugrását. Nem csak a svájci euró, hanem a rendes eurót is. Nem akarok politizálni, de van véleményem, hogy kinek a hibája. Tehát egy az, hogy felajánlották ezt a millió, ugye nulla forintos, mi is beugrottunk abba, hogy újra kezdő, vagyis kezdő, diplomás apjam, és akkor azt mondják, hogy nulla forintra vehetünk egy új autót. Hát nyilván beleugrik az ember. Elsősorban mi vagyunk a hibások. Ez a külföldi bankok mindent tönkre tesznek, mindent a világon. A devizahitelesek egy részének, a lakásfedezetű devizahitellel rendelkezőknek az árfolyamgát hozhat majd könnyítést, de ezt legkorábban az októberi törlesztéskor érezhetik majd meg. Az árfolyam rögzítést augusztus 12-től kérhetik a bankoktól az érintettek. A svájci frank hitelek törlesztő árfolyamát 180 forinton, míg az euróit 250 forinton rögzítik a programban résztvevőknek. Bár az árfolyam rögzítés pillanatnyi könnyítést jelentene a devizahiteleseknek, sokan bizalmatlanok az áthidaló megoldással szemben. Én a magam részéről, hogyha én lennék benne, én nem választanám, mert a 3 év után az a hatalmas összeg, ami emiatt összejön, azt elég nehéz lesz megint újra kigazdálkodni. Én azt gondolom, hogy most ez a svájci árfolyam ez lejjebb fog menni, és inkább egy kicsit türelmesebb lennék a magam részéről. Igen, igen fognak. Igen fognak. Hát más lehetőség nincs, mert elárverezik a házukat akkor. Sajnos, kénytelenek ezzel a lehetőséggel élni. Nem tartom jónak, vagyis hát én a fiamnak azt mondtam, hogy ne csinálja, mert amit most kamatba befizet, meg a rögzített árfolyamon, utána körülbelül neki 3 milliós kölcsöne van, körülbelül olyan 6 millió forintra rúgna akkor, hogyha belemegy ebbe az árfolyam rögzítésbe. Nem, mert utána rengeteget kell fizetni 2-3 év múlva kamatostól, vagy hogy azt is hallottam, hogy nagyon sokat kell fizetni vissza. Próbáltuk már, hogy átmegyünk forint alapúra, de nem jó. Nem jó, mert hatalmas összeget ki kell fizetni. Ha most kifizetnénk az 1 millió egyet, több mint 2 milliót fizetnénk. Nem. Mert nem tudom, hogy mi lesz. Meg amúgy is a kocsitőjelesztőre nem adják, csak a lakású hiteleseknek. Ezt a árfolyam rögzítést, és én ebben nem tartozok bele.
Nem tudom, még gondolkodnak rajta, de szerintem nem fognak élni vele. Ezek az emberek, akik ezt bevállalják, nem tudják azt, hogy majd 3 év múlva mi lesz a kockázat ennek a dolognak. Lehet, hogy még többet kell nekik majd visszafizetni, mint amennyit most az árfolyam rögzítés csinál. Úgyhogy hát bátorság hozzá. A devizahiteleseknek tehát nem lesz könnyű eldönteni, hogy kérjék-e a bankjuktól az árfolyam rögzítést. Az érintetteknek azt is mérlegelniük kell, hogy 3 év elteltével képesek lesznek-e fizetni az akkor várhatóan megemelkedő havi törlesztő részletet. Akik pedig nem vállalják ennek a megoldásnak a kockázatát, azok csak az erősödő forintban bízhatnak. Augusztus 1-e és 10-e között került idén megrendezésre a 6. Hajdunánási Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábor. A kezdőnapon kiállítás nyílt a résztvevő művészek munkáiból. Szollát Tibor polgármester köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy a 60-as, 70-es évek intenzív művészeti életét keltette életre 6 éve Bertalan Ferenc festőművész. Kiemelte, hogy a város minőségi életében fontos szerepet kell játszani a művészeteknek. Külön köszöntötte a Párciumból és a Felvidékről érkező, valamint az 5 Munkácsi díjas alkotót, akik részt vettek a tábor munkájában. Közülük Vései Gábor, a Képzőművészeti Egyetem docense volt az idei alkotótábor művészeti vezetője. Megnyitójában felidézte a művésztelepek létrejöttének körülményeit, amelyeknek céljai mára megváltoztak, mégis ugyanúgy fontosak. A tábor szervezője az idén 48 alkotót hívott meg. Szervezési feladataihoz a nagyrészt önkormányzati támogatás mellett pályázati támogatást is kért, és több forrásból kapott is. Ez a sok helyről jövő támogatás nagyon fontos az alkotótábor létrejöttéhez, enélkül nem lenne alkotótábor, maximum szerintem 1-2-3 napra lenne elegendő, az akkor igazából nem működne az alkotótábor. És a helyi vállalkozók, üzemek, gyárak, vállalkozók segítsége is nagyon fontos, és nagyon szépen megköszönöm, nélkülük sem működne az alkotótábor. Minden tábornak megvan a maga koncepciója. Az idén nem jelöltek ki konkrét témát, így mindenki szabadon készülhetett az alkotásra. Vései Gábornak megvolt a maga elképzelése a tábor munkájának irányításáról. Én hosszú éveket tanárként töltöttem el, még most is az vagyok. Nekem az a tapasztalatom, mivel én most már láttam itt a kiállítás megnyitó után, hogy ez egy elég heterogén összetételű csapat, hogy hát itt nincs más munka, mint hogyha kér valaki valamilyen segítséget, akkor megpróbálok mögé állni, és meg kitalálni, hogy melyik lenne az az út, amin kéne mennie. Koncepció az, hogy mindenki szabaduljon föl, és érezze jól magát, és sokat dolgozzon. Az igazi, elmélyült munkát szinte mindenki számára a város adta lehetőségek előzték meg. Egy-két nap akklimatizáció azonban mindenkinek szükséges, hogy könnyebben magukra találjanak az alkotók. A közösséget segítette az ismerkedésben a helyi gasztronómia. Persze a bőséges nánási parasztétel is elnyerte mindenki tetszését. Hasonló kulinális élvezetet nyújtott a lovasfarm helyszíne. A tulajdonosok toros káposztával, köleskásával és pörkölttel, valamint süteményekkel rukkoltak elő. Az étkezésekhez még néhány más vállalkozó és intézmény is segítséget nyújtott, de a közétkeztetési KHT látta rendszeresen vendégül a társaságot. Az idén először érkezett a táborba szobrász. Pistyúr Imre, Munkácsi díjas szobrászművész Szentendréről jött, aki festészettel is foglalkozik. Érdekesség, hogy ősei Dalmáciából valók, és neve kőfaragót jelent. A név kötelez. A kő üzen számára, de hagyja, hogy a kő is diktáljon. Műveivel a derűt, a pozitív végkifejletet kívánja közvetíteni. Általában jó művészet úgy gondolom, hogy mindig egy kicsit szakrális. Tehát valahogy az erények és a bűnök körül forog a tevékenység, én így gondolom. És azokat a dolgokat szeretném általában egy kicsit hangsúlyosabban bemutatni, vagy kiemelni, amikre úgy gondolom szükség van, vagy ami szimbolikus jelentéssel bír. Tehát ha bekapcsoljuk a televíziót, vagy a rádiót, akkor általában csupa szomorú dologgal találkozunk. Na most az én szobraim nem ilyenek. Én úgy gondolom, hogy
ha az ember egy kézzel simogathat, akkor pofont is adhat, de én úgy gondolom, hogy pofonra nincs szükség, tehát inkább a simogatás az, aminek jelen kéne, hogy legyen a világban, és a derű oldaláról szoktam megvizsgálni, nem hülyéskedés ez, tehát nem erre kell gondolni, hanem a komoly derű oldaláról. És azt gondolom, szobraim ezzel vannak főleg megtöltve. A szobrászművész felesége, Pistyúr Gabriella, a sejemfestésben remekelt. Csizmadia István szintén Munkácsi díjas festőművész. Képein a fény kap főszerepet. Ám egyik nap a kollégium udvarán faragta a követ. Itt a napokban többször láttam az Ivének a munkásságából egy szeletet, amikor ő nekiállt is egy egyszerű koszos mohás kőből itt hozott létre, és úgy tegnap lejöttem, és akkor kezembe nyomta, hogy hát akkor innentől fog ez a kő a tiéd, és akkor az első munkám, ami már hogy alakulóban van, olyan ő nagy óta le, aztán annyit mondott este, azt mondja, nem gondolt, hogy első alkalom így a kezemben a véső így. Szinte nem, tehát nem kellett sok tanácsot adni, mert még azt is észrevettem valahogy, ahogy lefogta, hogy ne billegjen a kő például. Hát mondjuk ez csak első próbálkozás. Jó érzéked van ezek szerint hozzá. Mert ugye a követ én imádtam, minimum geológiát is tanítok, tehát már nem nagyon igazából, mert most már csak pár órában, de tehát az is közel áll hozzá. Úgy látszik, elkezdődött a kirándulás, mármint műfajokból műfajokba. Szutor Katalin, a Magyar Nemzeti Galéria főrestaurátora, magánemberként ikonokat és olajképeket fest, ahogy itt is tette. Most azonban a véső és a kalapács hangjai mellett a spontánul szerveződő batik műhelybe tett egy kis kitérőt. A tűzománc műhely fiataljai szinte minden nap éjszakában nyúlóan festették, karcolták, égették különleges munkáikat. Pankovics Aranka szintén restaurátor. Főképp az olajképek világába merült el a tábor ideje alatt, de a batik mellett kipróbálta a tűzománc technikát is. Épp a helytörténeti gyűjtemény egyik Pituk József üvegablakának motívumán dolgozott. Világéletemben ilyen próbálkozós ember voltam, minden műfaj, amihez közel kerülhetek, az érdekel engem. Tehát ilyen kézműves dolgok nagyon fontosak számomra, úgyhogy kirándultam már az üvegtechnikába, üvegfestéssel. Most az olajfestéssel próbálkozom komolyabban, és lehetőségem nyílt a tűzománcot és a batikot kipróbálni, és ez nagyon érdekes. Vései Gábor Munkácsi díjas festőgrafikus. Gondolatait először vázlatokba rögzíti. Az ő fantáziáját is megmozgatta a batik technikája. A párcímból, Szatmárné Metiből és Belényesből érkező festőművészek is sokat dolgoztak, de ők maradtak a kaptafánál. A fiatalok, akik Felvidékről és a párcímból érkeztek, koruknak megfelelő lendülettel és hangulattal alkottak. Az alkotótábor hétvégéjére a Képzőművészeti Egyetem két tanára érkezett, hogy előadást tartsanak. Tölg Molnár Zoltán, Munkácsi díjas festő és grafikus művész, minimál művészetét mutatta be, sok diaképpel kísérve. A professzor a hajdunánási művésztelep szerepéről nyilatkozott. Én ugye ma érkeztem, volt csak ide, de láttam már, hogy nagy létszámban és nagyon sok fiatal, és nagyon jó kondíciókban, nagyon sok műfajban, ugye láttam, hogy faragnak követ, ugyanakkor batik anyaggal foglalkoznak, tűzománccal foglalkoznak, táblaképpel, és sok minden egyébbel, ami hát nagyon inspiráló egy fiatalnak, és önmagában ugye szóltam az előadásomban is a művésztelep fontosságáról, hogy egy kicsit lakva ismerjük meg egymást. Tehát az, hogy most erre az időre, ha minden igaz, a sok segítség, a sok szponzorokán, de itt most tényleg sokkal több dolguk nincs, mint ezt a 10 napot avval tölteni, amit esetleg vagy súgnak, kérd, ajánlanak nekik feladatsort, vagy amivel jöttek, mint egy megoldandó problémával, és hogy erre nyugodtan fölkészüljenek. Erre úgy látszik, itt nagyon szépen adottak a körülmények. Láttam a nyitó kiállítást is, aminek csak egy baja volt, hogy az ajtó kívülről zárva volt. Többnyire azért amatőr művészeti találkozó van. Én azt hiszem, hogy az nagyon fontos. Én tudom a profi meg az amatőr mi a különbség, de és ez nem azt mondjuk, hogy na, jobb, mint a kocsmában lenne. Nem, ennél sokkal jobb ez. Nem, ez rendbe rakja a szíveket, a fejeket, az agyakat, és még egy, látni tanít, és akkor tovább tudja adni.
Bráda Tibor szintén munkácsi díjas, a Magyar Köztársaság érdemrendjével is kitüntetett festő és grafikus művész. Egy portréfilmet és egy televíziós beszélgetést mutatott be magáról. Tudnunk kell róla és Vései Gáborról is, hogy a Magyar Festészet Napjának létrehozói. A fiataloknak és általában a művészettel foglalkozóknak a következőt tanácsolja. Abszolút alaposság, becsületesség, szóval ezt nem lehet másképp csinálni, ez mindig visszaüt, hogyha kilóg a lóláb, rögtön lehet látni. Úgyhogy én ezt tudom javasolni, hogy először is kell egy abszolút alázat, ami a művészet iránt. Most azért idézőjelben, mert nem csak a festészetről beszélek, tehát egy festőnek azért sok mindenre figyelni kell. És ha ez az alázat megvan, és kellő szenvedély, mert ez a fontos, akkor szerintem jó művészek lesznek. A sok munka meghozta gyümölcsét. A kollégium folyosóján és a kiállítóteremben kényszerű válogatás történt, hiszen minden munka nem kerülhet ki a falra. Az idén két fotós is tagja volt az alkotótábornak, nekik köszönhetően a művészi megközelítésű témák mellett a tábor legérdekesebb pillanatai is rögzültek. Közben minden alkotó érzi, valami lezárul, hiszen a 9 nap alatt nem csak képek, szobrok, zománcok és batikok születtek, hanem az együttlétek, az eszmecserék, a világ megváltó viták során barátságok is szövődtek. A zárókiállítás anyaga egyben a város tulajdonát is képezi, a művészek által felajánlva. Augusztus 9-én a 6. Hajdunánási Nemzetközi Alkotótábor munkáiból nyílt kiállításon Juhász Endre alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Vései Gábor beszédében az alkotás szellemi hátteréről, magáról az alkotó folyamatról beszélt, egy személyes élmény szülte saját íráson keresztül. Fellinit idézte: a képzelet a legfontosabb gondolkodási forma. Márai Sándortól pedig ezt: a valóság a képzelet szülötte. Vései Gábor szerint minden művészet legbensőbb lényege a költészet, a költőiség maga. Ünnep, számvetés, visszatekintés is ez a kiállítás alkalma. Ilyen céllal rögzítettük néhány alkotó véleményét. Nagyon jó volt, tényleg semmiben nem szövetünk hiányt. A kaja az igazából elég gyér volt, így azon kívül semmi problémák nem volt, tényleg nagyon szuper. Hamar megtaláltad a hangot a fiatalokkal, illetve miben tudtátok egymást segíteni? Alkotásban mindenképp. Nagyon sokat dolgoztunk egész héten. Hát ez volt az egyetlen kapocs igazából, meg a társaság, meg a fiatalság, ami így összekötött bennünket. Hát így könnyű dolgozni, megismerkedni is, úgyhogy nyerő helyzetben voltam. Szoktál-e alkotótáborokba járni egyébként? Igen, elég sok alkotótáborba járok. Alkotótáborokba is, és különböző egyéb táborokba, ahol kézműves munka folyik. A régi hagyományokat, például korongozni szoktam, agyagból készítek vázákat, hasonlókat, nemezelés, bőrözés és egyéb tevékenységek. Szívesen jöttünk vissza, nagyon jó itt a környezet, sokkal másabb, mint nálunk, tehát sokkal jobban élveztük ez éven, mint múlt éven tulajdonképpen őszintén megválva, és természetesen el szeretnénk jönni minden éven, hogyha lehet. Mert ez a természet, és ahogy körülvesznek itt az emberek, ez totális más, mint ahogy nálunk van. És ez a szeretetre méltó itt minden. Úgy húzza az embert. Én mindig jól érzem magamat, figyelem a változásokat, úgy a városon, mint a mi kis céhünkön belül, a képzőművészek, ez a kis csapat, ismerős arcok, régi arcok, többen voltunk, színesebb, tarkább volt a felállás, igen. Az időre is odafigyeltünk, ilyen esőket, mint a tavaly nem kaptunk volna el. Tehát ritka nagyázások voltak, és úgy kihoztam belőlem az akvarelt. Mert ilyenkor nagyon tanácsos, hogy olyan anyaggal dolgozol, ami egy kicsit jelen van, tehát látókörbe van. Tudod, én itt szoktam a főtéren dolgozni, itt a vizes bazin, vagy a szökőkút, abba lehet remekül beáztatni az akvarelpapírt. Na, most nem kellett beáztatni, mert szakadt az eső.
Gergely Csaba Szatmár németében él és szervez művésztáborokat, kiállításokat. Szívesen vett részt a tábor munkájában, és a várost is megkedvelte. Kiemelte, hogy a művészetben nincsenek határok. Táboruk nagyon kellemes volt, nagyon jól éreztem magam itt, nagyon szép a város, nagyon rendezett. A mi városunkhoz képest sokkal rendezettebb. Jól lehet, az egy 130 ezer lakosú megyei jogú város, mégsem lehet összehasonlítani a milyen kis családjas a hangulat itt. Alkotótáboraink nekünk évente körülbelül 3 szokott lenni, minket nagy mértékben támogatnak a megyei hatóságok és a városiak. Tehát ott egyelőre, mivel krízis van, de kulturális krízis nincs. A táboroknak viszont nagyon nagy jelentőségük van, hogy a határokat abszolút megsemmisítjük, átugrunk mindenféle trianoni, ősrégi határokon, egyesítjük a kultúrákat is, nagyon sok művészt ismerünk meg, barátságok szövődnek, és a technikát is fejlesztjük és cseréljük. Művészetileg nincs határ és nincs nemzetiség, viszont azt tudtuk meg, hogy a nálás emberek nagyon barátságosak és szerető emberek, és nagyon szépek a nők itt. Igen. Bertalan Ferenc, a tábor szervezője, Tölg Molnár Zoltán és Bráda Tibor előadását, jelenlétük fontosságát emelte ki. A professzor úr és a docens úr előadásai nagyon fontosak, és különböző szemléletlátásaik mindenféleképpen színesítették, és olyan értéket hoztak a tábor szakmai munkájában, és a közös szakmai megbeszélések esténként és napközben felejthetetlenek. Vései Gábor művészeti vezető is pozitívan összegezte az eltelt 9 napot. Én úgy láttam, hogy mindenki nagyon sokat dolgozott, ki se tudtuk állítani az összes képet, amit itt született 10 nap alatt. És ahhoz képest, hogy milyen sokfélék voltunk, egész egységes kiállítás született. Én nem igen osztogattam tanácsokat, talán az egyik este ott is tartózkodtam Bettől, amikor felolvastam úgymond egy vitagyító kis eszét. Ott jót vitatkoztunk és eszmét cseréltünk nekem. Én ott jól éreztem magam. Én szerintem egy nagyszerű, szerencsés találkozás volt itt. Most olyan csapat volt együtt, akik különböző műfajokban, különböző stílusokban, különböző képzettségi fokon dolgoztak. Igen, jól alkalmazkodtak egymáshoz, már olyan értelemben, hogy figyelemmel kísérték egymást, és hát remélhetőleg mindenki megpróbált tanulni vagy tapasztalatot gyűjteni abból, amit csinált, illetve a másik csinál. Mennyi egyéniség, mennyi szemlélet, mégis megmagyarázhatatlanul erős emberi kohézió volt jelen a tábor életében. Ez a szeretet kisugárzik a munkákra, a saját út akkor is járható, ha egymásra így vagy úgy hatással vannak a művészek. És hatással vannak a városra, annak minőségi kulturális életére, remélhetőleg hosszú-hosszú ideig. A Nemzetközi Alkotótábor kiállítását szeptember 15-ig tekinthetik meg az érdeklődők.
Május 28-án jótékonysági koncertet szervezett a KDNP Hajdúnánási Alapszervezete a hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésére. A rendezvény azzal a céllal jött létre, hogy olyan a városunkban élő, rászoruló gyermekek részére szervezzenek majd egy kirándulást, akik sajnos nem tudnak eljutni nyaralni, és még egy egynapos kirándulás finanszírozása is nagy nehézséget okozna a szüleiknek. Hogy ezek a gyerekek mégis átélhessenek egy önfelett napot a nyári szünidő alatt, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat minden évben pályázatok segítségével próbálja megteremteni egy egynapos buszkirándulás anyagi feltételeit. Mivel idén pályázat útján ez nem volt megvalósítható, ezért más módot választottak a kirándulás finanszírozására. Minden évben pályázati úton nyerjük ehhez a támogatást. Ez az első év, amikor nem tudtunk semmilyen pályázatot benyújtani, mivel kiírás nem jelent meg, és dr. Kis Ágnes vetette fel azt az ötletet, hogy egy jótékonysági koncertet kellene szervezni, és annak a bevételét erre fordítani. A koncert létrejöttében sokan nyújtottak önzetlen segítséget a Családsegítő Szolgálatnak, és számos felajánlás és anyagi támogatás is érkezett. Nyár elején került megszervezésre három fiatal, nagyon tehetséges pályakezdő előadó művésszel, és 82.500 forint jött be. Ez nem csak a koncert bevétele volt, hanem tulajdonképpen egyéb adományozóknak is a kirándulás célját megtudva hozzájárultak ehhez. Az összegyűlt támogatás lehetővé tette, hogy augusztus 3-án a hátrányos helyzetű gyerekek látogatást tegyenek hazánk egyik legszebb természeti kincsekben bővelkedő vidékére. Az összegből Szilvásváradra vittünk 30 hátrányos helyzetű gyermeket. A szilvásváradi kirándulásnak végül is a teljes költségét az oda-vissza utat fedezte, illetve a belépőket. A kiránduláson kifejezetten a hátrányos helyzetű iskoláskorú gyermekek vettek részt. Elsősorban olyan gyerekek közül igyekeztünk választani, akik általános iskoláskorúak, tehát 8 évtől 14 éves korig, és a gyerekeket jól ismerjük, illetve beszélgettünk velük, és akik még hegyvidéken nem jártak, elsősorban azok kerültek be a kirándulásba. A szolgálat évek óta szervez hasonló jellegű kikapcsolódási lehetőséget a rászoruló diákoknak. Minden évben vannak, Hortobágyon, Debrecenben is voltunk már, az Archeo Parkban is, Tiszacsegén, tehát általában a megyén belül, mivel a pályázati kiírások a honismeretre szólnak, és megyén belül lehet őket megvalósítani. Most viszont a megyén kívülre akartunk látogatni, az utat se akartuk túlságosan hosszúra nyújtani, mert ezeknek a gyerekeknek a nagy többsége még nagyon keveset utazott buszon is. Az idei kiránduláson a kicsik az ország egyik legszebb magas hegyi völgyének lenyűgöző természeti kincseit tekinthették meg. A Szalajka völgyet néztük meg, a fátyol vízesést, illetve felmentünk egész magasra a Tisztásra, visszafele pedig fagylaltozhattak a gyerekek, ez is a felajánlásnak az eredménye volt, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki támogatta magát a rendezvényt, illetve a szervezőknek, a KDNP Hajdúnánási Alapszervezetének, akiknek mindez köszönhető. A gyerkőcök nagyon élvezték a túrát, hiszen a legtöbben még sosem jártak hasonló vidéken. Nagyon örültek neki, nagyon nagy élmény volt maga az, hogy tényleg láthattak magasabb hegyvidéket, illetve maga a vonatozás az erdei kis vasúttal, mert volt, aki még ilyen kiránduló vonaton szintén még nem ült. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai már a következő évi kirándulást tervezik, és azon munkálkodnak, hogy megteremtsék annak finanszírozási feltételeit. A jövő évi tervek között akár egy újabb jótékonysági rendezvény is szerepelhet, az idei sikeres kezdeményezés folytatásaként. Ebben az évben már jótékonysági koncerten nem gondolkozunk, esetleg a jövő évben egy kórus találkozóval egybekötve gondolkozunk hasonló eseményen. Azt is lehet, hogy a nyár elejére terveznénk, hogy a nyáron abból a pénzből már tudjunk gazdálkodni.
A 2 méteres úszómedencében, illetve mellette a Magyar Vöröskereszt hajdonállási területi szervezete, a hajdonállási mentőszolgálat, valamint a hajdonállási gyógyfürdő úszómester, illetve egészségügyi munkatársai tartottak bemutatót a vízimentésből. Többféle eset bemutatására került sor, attól függően, hogy milyen állapotban lévő fuldoklót kellett kimenteni a vízből. Elsőként az úszómesterek mentették ki a fuldoklót a vízből, ennek 4 féle módjának bemutatására került sor. Amikor a fuldokló eszméleténél van, illetve ha már a víz alá került, mert elvesztette az eszméletét. Eztán került sor a fürdő egészségügyi munkatársának beavatkozására. Majd megérkezve a mentőszolgálat, megkezdte a vízből kimentett állapot felmérését, illetve az újraélesztését. Az újraélesztés megkezdése természetesen bárki, aki vagy tanfolyam van vett, vagy valamilyen szinten látta ezt. De a diszmécsőr kollégáink, akik Debrecenből irányították a mentőszolgálatot, azokhoz érkező hívások alapján ők folyamatosan nyomon tudnak követni egy újraélesztést, akár telefonon keresztül is, bármilyen instrukciókkal, bármilyen aprósággal tudnak segíteni a bajba jutott számára, minél hamarabb érkezzen segítség. Az első, ami a legfontosabb a nyálátás elkezdésében, a helyzet felismerése, hogy valóban eszméleten az a beteg, ittos-e az a beteg, mozog-e a beteg, eszméleténél van, lélegzik-e, nem lélegzik. Ha ugye ezeket nem lehet tapasztalni, légzés, keringést, akkor megkezdeni, mint ahogy itt a bemutatón is történt, a mellkas kompressziót, és utána természetesen a légzés támogatását, az orron keresztül való befújásokat. Az újraélesztés 30 mellkas kompresszióból, majd 3 befújásból áll, amelyet orron át kell végezni. Mindaddig, ameddig magához nem tér az ájult. A tapasztalat szerint éles helyzetben nagyon segítőkészek az emberek, ez kiemelten fontos is, hiszen akár másodperceken múlhat az ember élete. Az idő, tehát az első körben az idő, és minél magasabb kiemeltettség a helyszínre érkezése, mert nem minden esetben a fulladás, ami számottevő, akármilyen szíveredetű keringés, agyi tevékenység alapján történő rösszülét utáni újraélesztés, amihez viszont gyógyszeres beavatkozás kell, intubálás, gépi lélegeztetés, akár gépi szív újraindítás, amit filmekben lehet látni, nem minden esetben csak a laikus újraélesztés a legfontosabb, mert azzal nem lehet olyan szinten beavatkozni egy ember életébe. De legfontosabb természetesen az idő. Nagyon fontos azonban az is, hogy hatékonyan tudjon segíteni a beavatkozó. Ezért minél több embernek kellene elsősegi ismeretekkel rendelkeznie. A Vöröskereszten keresztüli önkéntes tanfolyamok, amin akárki részt vehet, megbeszélés alapján bárki gyakorolhat, meg elsajátíthatja ezt a újraélesztési technikát, de nagyon sok szeretettel várunk bárkit, aki érdeklődik, akár fiatal, akár idősebb, a hajdonállási mentőállomáson bármelyik kollégánk rendelkezésére jön, és ott is lehet gyakorolni, és nagyon szívesen elmondunk mindent. Természetesen, aki jogosítványjal rendelkezik, ezt az alapképzést megkapja, de azért fizetni kell. Iskolásoknak szoktunk eljárni iskolákba, önkéntes céllal oktatni, bemutatókat csinálunk, ezeken bárki bármit kérdezhet tőlünk, és nagyon szívesen állunk mindenki rendelkezésére ezzel kapcsolatban. Az életmentő bemutatóval párhuzamosan a strand bejáratánál különböző egészségügyi szűréseket végeztek a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársai. 2009-ben pályázati lehetőségen nyertünk először egészségmegőrzése, prevenciós célú programokra gépeket. Vérnyomásmérőt vásároltunk, akkor testzsúly, testsír és testtömegmérlegeket, utána pedig vércukorszint, koleszterinszint és úgysasszint méréséhez eszközöket. Nagyon nagy az érdeklődés, különösen az utóbbi 1-2 évben növekedett meg, mióta nekünk is azért a gépparkunk kibővült, és egyre több mindent tudunk szűrni. Sajnos az átlag lakosságra nem az egészséges életmód a jellemző. De egy-egy ilyen szűrés után azért próbálnak egy kicsit jobban odafigyelni az életmódjukra. A szolgálat munkatársaitól ilyenkor tanácsokat is kaphatnak. Lakosságnál jellemző a túlsúly és az elhízás, illetve a nem megfelelő étkezési szokások, meg a mozgásszegény életmód,
és nagyon-nagyon lelkiismeretesen próbálnak fogadkozni ilyen szűrések alkalmával, hogy változtatnak ezen, aztán következő alkalommal általában visszajönnek, és akkor ismételt fogadkozások történnek, de azért sikerélményről is beszámoltunk, van, akinek sikerült tényleg életmódot váltania. Az első nánási fürdő fiesta célja elsősorban az egészséges életmód népszerűsítése. Ezt nem csak a programok szervezésében, de a fejlesztésekben is szem előtt tartják. 2009. augusztusában a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatán nyert a hajdunánási gyógyfürdő 245.117.900 forint visszanemtérítendő támogatást, amelyet egy új gyógyászati központ építésére fordítanak. Korábbi riportunkban már beszámoltunk a fejlesztési munkálatokról, aminek a végéhez közelednek. Olyannyira, hogy augusztusban már az átadásra készülnek. Augusztusra terveznék még a gyógyászati épületnek az átadását. Az lehet, hogy maga az ünnepélyes átadó az át fog csúszni szeptemberre, de igazából most minden elkörül forog, úgyhogy próbáljuk ezt szépen és úgy befejezni, hogy mindenki megelégedjen vele. Az új gyógyászati részleg építésével a fürdő területén egyesül a mozgásszervi és csontritkulásos megbetegedések gyógyítása. A beruházás eredményeként létrejövő új szolgáltatások között például súlyfürdő, víz alatti csoportos gyógytorna, galvánkezelés, elektroterápiás kezelés és még sok egyéb más is szerepel majd. Mindezeket már a nyár végén igénybe vehetik a vendégek. Remélhetőleg az új részleg némileg kompenzálja majd a nyári kiesést. Nagy a visszaesés, ez látszik a strand részen, ugye. A feletten nem mondhatnám, mert Isten igazából, aki szeret minket és tudja, hogy itt vagyunk, az meglátogat jó időbe, esős időbe, igazából bármit csinálhatunk, nem lesz több vendégünk. A felett rész az kiesik, meg kiesett, ugye szauna nagyon sok embernek hiányzott, de ez be lesz pótolva szeptemberi hónapoktól. Délután 4 órától a családi nap keretein belül a Nyíregyházi Mandala Dalszínház gyermekelőadásával, a Ludas Matyival zárult az első nánási fürdőfiesta, egészségügyi és családi nap. Az idei nyáron második alkalommal rendezték meg a Művelődési Központ néptánc csoportjainak nyári táborát, ahol a kis néptáncosok 5 napon keresztül tanulhattak új lépéseket, gyakorolhatták a már megtanult koreográfiákat, és mindemellett a játékra és egy kis kirándulásra is jutott idő. Július végén a legkisebbeket, a Tip-Top és a Kip-Kop csoportok tagjait tanították az új tánclépésekre I. és Ilona és Losonci Benyámin Róbert néptáncoktatók. Ez a tábor azért jött létre, hogy a 2 hónapos nyári szünet miatt ne essenek nagyon ki a gyerekek a tánclépésekből, illetve a ritmusgyakorlatokból, de most már elkezdtük a forgásgyakorlatokat is, illetve hogy egy kicsit az állóképességüket is fejlesztjük, mert azért reggel 9-től délután 4-ig itt vannak, és erre az életkorosztályra nagyon jellemző még az, hogy ilyenkor leszoktak feküdni ebéd után, és most mi nem fekszünk le. Délelőttönként csak tánc van, meg mozgásos játékok, daltanulás, ebéd után pedig van egy kis sziesta, egy kis pihenő, kézműves tevékenységek vannak, és utána 3-tól 4-ig még ugyanúgy táncolunk, a délelőtt dolgait elevenítjük fel. A 18 fős kis csapat új koreográfiát sajátított el a közel egy hetes tábor alatt. Héten galgamedi táncokat vettünk, ez Pest megyétől nem messze van, egy pár kilométerre, Bagi, Aszódi is, Hévíz-Györki lépéseket vettünk át a gyerekekkel. Ez lendhangsúlyos tánc, ez még pont a vízválasztó rétegen van, és gyermekjátékokat fogunk még venni, mars és lassú fiscsálást, és a fiúkák is csapásfás fogunk még venni a héten. A 3 és 8 év közötti gyerekek könnyedén vették az akadályokat az új tánclépéseket illetően. Ez a korosztály könnyen elsajtotta, mert ez a legkönnyebb régió, ez a lent hangsúlyos, hiszen neki sokkal könnyebb lefelé tendálni, mint felfelé hajlít nyújtani. A fiúkkal a csapásolás kicsit nehézkes volt, mert ugye valami sose vettek semmiféle csapásolást, de hamar ráéreztek az ízére. A lányok viszont a forgás gyakorlatokkal nagyon könnyen megbarátkoztak, és ez könnyen is ment nekik.
A kicsik kitartóan ropták a táncot minden délelőtt, ebéd után pedig kézműves foglalkozásokkal és játékos vetélkedőkkel töltötték a napot. Én meg voltam egy kicsit lepődve, azt hittem, hogy fáradtabbak lesznek. Úgy gondoltam, mint óvónéni, azt látom, hogy egy órától azért csendes pihenőbe elfáradnak és alszanak, ezek a gyerekek nem fáradtak el. A gondtalan nyári szünidőben a gyakorlás is önfelettebben ment. Évközben kicsit nehezebb velük, hiszen ők még óvisok, egy kis iskolások, és arra kell figyelni ugyebár a sulira, de most nyáron könnyebb velük dolgozni, hiszen nincsen más dolguk, csak pihenni, nyaralni és kicsit táncolgatni. A néptánccsoportok növekvő létszámára tekintettel idén már két turnusban szervezték meg a tábort. Így a tip-top és a kip-kop után augusztus 8-ától 12-éig már az Aranyszalma csoport táncosai vehették birtokba a művelődési központ próbatervét és színpadát, ahol a Csíkszeredán tanult táncokat gyakorolták a gyerekek. Vannak óvodások is, meg kisiskolások is. Itt az volt a lényeg, hogy azok a gyerekek jöjjenek most hozzánk, akik kint voltak velünk Csíkszeredán. Igaz, hogy jöttek újabb gyerekek is, vagy lebetegedtek. Itt most az volt a lényeg, ezen a héten, meg az is végig, hogy egész nap táncolunk, mégpedig a felcsiki táncokat vesszük újra, illetve egy kicsit alaposabban, hiszen az az egy hét, a négy alkalom nem igazán volt arra elegendő, hogy a gyerekekkel elmélyítsük a tánclépéseket. Az Aranyszalma csoport nemrégiben Csíkszeredán sajátította el a térségre jellemző táncokat, ahova egy pályázat segítségével sikerült eljutniuk, és ahol a gyerekek a kiváló oktatóktól nem csak a tánclépésekről, de a székely hagyományokról és a népviseletről is sokat tanultak. Az ott elsajátított ismeretek gyakorlására kiváló alkalom volt a mostani tábor. A héten felcsiki táncokat vettünk, amit kint tanultunk Csíkszeredán, amit Péter László és Jó Kinga tanított nekünk. Ez Erdélyben található tánc volt, rengeteg utaztunk érte, hogy megtanuljuk. Ez egy úgymond lenthangsúlyos táncnak vehetjük, mivel zenégyre hajlítunk. Ezt a gyerekek hamar megtanulták, hiszen gyorsabban ráéreznek a lenthangsúly varázsára, mint a fenthangsúlyra. A néptáncoktatás szerves része az is, hogy a kis táncosok azt is megtanulják, hogy az egyes lépések mely földrajzi tájegységről erednek, és milyen hagyományok, viseletek tartoznak egy-egy koreográfiához. Az öt nap alatt az ilyen elméleti ismeretek elsajátítására is jutott idő. Az elméletoktatást mindig is fontosnak tartottuk, hiszen az a jó táncos, aki nem csak a lábában ügyes, hanem az elméjében is okos. Ezt is szoktuk pallérozni, hogy ne csak, hogyha megkérdezik, hogy felcsikit tanultunk, akkor ne csak annyit tudjuk elmondani, hogy hát igen, van benne csárdás, pokázó és ennyi. Tehát tudják azt is, hogy kik gyűjtötték, milyen falvak vannak, milyen folyók partján találhatóak ezek a táncok. A sok gyakorlás mellett azért az aranyszalmásoknak is volt lehetőségük a játékra és a kirándulásra. Szellemi vetélkedők vannak, egy óra hosszabb pihenünk van, amikor szellemi vetélkedőket játszunk, de itt inkább most már a tánc. Fizikailag, állóképességileg már ezek a gyerekek vannak olyan ügyesek, hogy ezt az egész napot a 9-től délután 4-ig végigpróbálják. Pénteken hívott meg bennünket Gyurcinak az egyik tagunknak az szülei, ott fogunk egy kicsit kint ilyen kerti pikniket rendezni. Bár a tábor alatt sokat fejlődtek a csoport tagjai, azért még elkél a gyakorlás, hogy teljesen elsajátítsák a felcsíki táncokat, és színpadkész produkcióval álljon a csoport a nánási közönség elé. Folyamatban van még ez a gyakorlat, hiszen a nagy része kint volt velünk Csíkszeredán, és ott tanultak, a nagy része pedig nem volt kint velünk, és ugyebár velük is belekerültetni ezt a táncot, és akik kint voltak, még azok sem annyira megy, hogy színpadra vigyük, de meg lesz. A tábor után pedig jöhet a jól megérdemelt pihenés a gyerekeknek, hiszen még javában tart a szünidő. A szeptembertől beinduló próbákon viszont már ismét a táncos lábaké lesz a főszerep. A sok gyakorlás eredményeként reméljük, hamarosan a nagy közönség is láthatja, milyen új táncokkal bővült a hajdonánási néptánccsoportok repertoárja a nyár alatt.
Már kora reggeltől gyülekeztek a második TMRS labdarúgó kupa és családi nap résztvevői a Sporttelep műfüves pályáján a regisztrációhoz. Reggel 9 órakor Rádi Attila nyitotta meg a futballkupát. 12 csapat mérkőzött meg a Vándorkupáért. Az ország minden pontjáról érkeztek a rendőrség futballcsapatai. 12 csapat vett részt, az ország több pontjáról, Budapestről több csapat érkezett, Szeghalomról, Kelebia, felsorolni most biztos nem tudnám mindegyiket, Debrecenből is, érthető módon, aki helyileg közelebb van, onnan azért mégse akkora nagy áldozat ide eljönni, de ennek ellenére több száz kilométert is megtettek, a csapatoknak több mint a fele, azért, hogy ma itt lehessenek, és jól érezzék magukat. Három pályán játszották a selejtezőket, kétszer 15 perces mérkőzésekkel döntöttek a negyed döntőbe jutásról. Izgalmas mérkőzések voltak már a selejtezőben is. Döntőt aztán a Debrecen belváros csapata, a Zugló AV Planet csapatával játszotta, melyből a Zugló került ki győztesen, így ők végeztek a harmadik helyen. Bár ők jobb eredményre számítottak. Lehetett olyan jobb is, mert egy perc a vég előtt kaptuk az egyenlő gólt, és úgy hetesekre kiestünk. Az igazság, hogy volt 5 döntetlenünk, meg egy győzelmünk, tehát mind azonos volt. Kifejezetten erős nem volt. Jól éreztük magunkat, köszönjük a meghívást, vagyis a jelentkezés, hogy tudtunk jelentkezni, az igazság, hogy tavaly nagyon esett az eső, meg egész nap sáros volt a pálya, nem tudtunk rendesen játszani, de most adva volt, a pálya kicsit göröngyös volt a füves pálya, de itt belül a katlomba itt tudtunk játszani rendesen. A döntő mérkőzésre pedig a Hajdunánási rendőrkapitányság csapata és a Zugló rendőrkapitányság csapata között került sor. Parás hangulatban játszották végig a szoros mérkőzést. Bár nehéz ellenfélnek bizonyult a Zugló, a Hajdunánás keményen küzdött. Míg végül 2-2-es döntetlen végeredmény után büntetőkkel döntötték el a kupa sorsát. Sajnos a 7 méteresekből a Hajdunánás kapott be több gólt, ami a Zugló győzelmét eredményezte. Így a Hajdunánás csapata a tavalyihoz hasonlóan idén is a második helyen végzett. Mindkét csapat elismeréssel beszélt az ellenfeléről, és úgy tűnik egyformán keménynek ítélték meg a döntő meccset. A legnehezebb ellenfél a döntőben volt, mert hiszen a csoportmérkőzések során is tőlük kaptunk ki. Féltünk is tőlük alapba, most javítani tudtunk, mert egy 2-2-vel a végén, ugye hetesekkel eldőlt. Ahol sajnos felül kerekedtek rajtunk. Dunánásiak, mert ővelük játszottunk a döntőben is. Tavaly is ők voltak a legkeményebb csapat, szerintem. Erőszakosan játszanak, az az igazság, de hálásnak sérülés nélkül megúsztuk mi is, ők is, úgyhogy szerintem a legkeményebb ők keménységre ők voltak a legkeményebbek. Profiságra meg igazából a többi csapat az nem tudom, mert nem játszottunk mindenkivel. Kemények, annálásak kemények voltak. Mindkét csapat évek óta játszik már, és általában az élmezőnyben végeznek az egyes tornákon. Baráti szinten játszogatunk különböző csapatokkal Budapesten. Hát mindenféle tornában részt veszünk, amire meghívnak, illetve amit mi szervezünk. Kispályás, csak kispályás, műfüves labdarúgó bajnokságokon szoktunk részt venni. De azon több-kevesebb sikerre. Valahol erősebb csapatokkal összekerülünk, aztán hamarabb kiesünk valahol, az elején végzünk. Hát még első hely nem jött eddig össze, csak második, harmadik, most beérett már a
csapatnak az összeszokásának a gyümölcse, úgyhogy most teljes mértékben megvünk elégedve. Sok tornán részletünk már, kifejezetten ezzel a nevű csapattal, ami nem eltettek, és majd a rendőrség szaszeveltének a hajdúránási csapata. Itt egyébként a hajdúránási műfélyes bajnokságban is játszunk, rendszerint benne vagyunk a bajnokságban. Egyébként meg például nagyobb tornákon, amikor indultunk, Borsos József emléktorna Budapesten, 32 csapat részvételével, pár évvel ezelőtt ott harmadikak lettünk. Aztán megyei bajnokságokat már nyertünk, nem egy esetben, illetve második, harmadik helyzet szereztünk. A csapatnak a magja az már évek óta együtt van, mondhatnám, hogy egy... Most, ami történetet elmondtam, hogy milyen tornákon indultunk, az körülbelül egy olyan 7-8 évnek a lefogása alatt történt. A csapat magja az ennyi ideje van együtt. Mindig épülnek be hozzánk új játékosok, ugye jönnek-mennek a kollégák, és igyekszünk a futball szerető és futballt játszani tudó kollégákat beépíteni. Aztán jövőre talán újra egymásnak feszülnek, hisz mindkét csapat készül a jövő évi kupára is. Mindenféleképpen, mert mi nyertük meg, úgyhogy vissza kell hoznunk a Vándorkupát, úgyhogy mindenféleképpen itt leszünk. A második TMRS labdarúgó kupa helyezettjei végül negyedik helyen végzett a Debrecen belváros csapata. Harmadik lett a Zugló AV Planet csapata, második helyezett a Hajdunánási rendőrkapitányság csapata, míg a kupa győztes a Zuglói rendőrkapitányság futballcsapata lett. 2010-ben rendezte meg először a Tetrekész Magyar Rendőrség szakszervezete ezt a kupát, amelyre jelentkezni a TMRS honlapján lehetett. A honlapunkon a www.tmrs.hu oldalon a kollégák belső hálózaton is tudják az aktuális híreket olvasgatni. Itt mindig közzé szoktuk tenni azt, hogy mikor kerül megrendezésre az adott évben ez a labdarúgókupa, és onnan le lehet tölteni magát a jelentkezési lapot. A jelentkezésnek igazából nevezési díja nincsen. Elsősorban ahhoz ragaszkodunk, hogy a tagjaink jöjjenek, bár azért egy minimális eltérés megengedett, mert csak kollégák vagyunk, tehát azért annyira nem határolódhatunk el egymástól. És mivel nincs nevezési díj, mi megpróbálunk ezen a napon teljesen ingyenesen, mind a étel-italfogyasztással, hogy olyan önfelett kikapcsolódást nyújtani a tagoknak, hogy úgy távoznak el, hogy igen, jó ide tartozni hozzánk, megéri. Első alkalommal is Hajdunánás látta vendégül a csapatokat, csak úgy, mint az idén, s talán jövőre is itt lesz a helyszín. Második alkalommal került megrendezésre, tavaly az első itt volt. Akkor még úgy gondoltuk, hogy elképzelhető más helyszín lesz, csak azért, hogy még színesebbé tegyük ezt a napot, de viszont annyira jól érezték magukat itt a résztvevők, hogy visszavágytak ide, és akkor nekünk az a kötelességünk, hogy a tagoknak az igényeit kiszolgáljuk, és annak megfelelően ismét Hajdunánáson rendeztük meg, és amennyire én láttam, legalább annyira, de szerintem még jobban érezte magát mindenki, mert az idő most sokkal jobb volt. A szakszervezetnek, a Tetrekész Magyar Rendőrség szakszervezetének a tisztségviselői folyamatosan járják az országot, próbálják tartani a kapcsolatot a tagokkal. És ott mindig megpróbáljuk felmérni azt, hogy mire is lenne igény. Mi lenne az, amivel sokkal szebbé tudnánk tenni az egyébként lehet szürkébb életüket. És felmerült ez is, hogy egy ilyen focikupa lenne az, amikor egy kicsit ki tudnak kapcsolni, egy kicsit önfeledten tudnak szórakozni, sportolni, és azért nem utolsó sorban olyan kapcsolatokat is lehet itt teremteni, ami utána majd azért meghálálja magát, és ezért hoztuk létre ezt a Vándorkupát, ami most már évről évre, jövőre szintén megrendezésre kerül. Augusztus 10-én ismét rockzenétől volt hangos az IFI ház előtti tér, ahol ezúttal a Blues Rockets nevű debreceni zenekar adott koncertet a nyári zenés esték elnevezésű programsorozat keretében. A Blues Rockets egy fiatal csapat, akik saját megfogalmazásuk szerint blueszenét játszanak kicsit rockosan, vagy rockot egy kicsit bluesosan. A két műfaj kitűnően megfér egymás mellett, hiszen a banda tagjai mindannyian egykor valamelyik zeneirányzat szerelmesei voltak, de a zenekar megalakulásával bebizonyosodott, hogy a rock és a blues hangzásvilága és mondani valója nem is áll olyan távol egymástól. Ez egy blues zenekarnak indult alapvetően, de hát ugye a szájharmonikásunk egy nagyon, hogy úgy mondjam, ortodox blues fanatikus, én kevésbé vagyok az, engem inkább a 60-as, 70-es éveknek ez az erősen blues alapú rockzenéje inspirál, úgyhogy végül is a kettőnek a meccéspontjába
próbáltunk meg belőni egy irányvonalat, tehát gyakorlatilag a repertoárunk az úgy áll össze, hogy vannak a klasszikus blúzok, amiket játszunk, illetve ennek az érának a későbbi 60-as, 70-es éveknek néhány klasszikusa, illetve a saját számok, amiket írtunk, hát eddig négyet, amiket játszunk koncerteken is, azok meg inkább milyen rockzene által inspiráltak. Úgyhogy ilyen, de hát végül is úgy gondolom, hogy a rock meg a blues nincs annyira messze egymástól, mert a bluesból lett a rock végül is, úgyhogy elég jól megfér az egymás, mert ez a két dolog. Ebben a felállásban még alig egy éve működik a zenekar, de a tagok már jó ideje ismerik egymást, és már több formációban is játszottak együtt. Tavasz környékén kezdett el megfogalmazódni bennünk, hogy kell egy ilyen zenekar, ennek volt némi előzménye, én a hárman, akik végül is alapítottuk a zenekart, korábban már együtt zenéltünk, aztán kicsit elveszítettük egymást, aztán újra egymásra találtunk, és hát végül is elkezdtünk tagokat toborozni, mert nyilván egy ilyen blueszenekarhoz kevés volt ez a basszus, gitár, szárharmonika felállás, tehát kell még másik gitár, dob, és nyilván ének, és ezt végül is nagyon hamar megtaláltuk. Hát mivel mindannyian a Debreceni Rocksulinak voltunk, vagy vagyunk a diákai, ezért ugye elég kézenfekvő volt, hogy a Debreceni Rocksulinak a közel 400 fős tanulói gárdájából próbálunk így meríteni, úgyhogy elég hamar össze is állt a csapat, és elkezdtünk próbálni. És végül is júniusban volt az első, egyébként mondta a Rocksulinak a vizsgakoncertjén az első bemutatkozásunk, ott még csak egy számmal, és augusztusban pedig más színpadon voltunk, azóta pedig folyamatosan megyünk. Az éjjezéstől kivel találsz, a kokon útján jártam ott, mindent régi csak tovább körül, tovább körül, ágyozott tovább körül, tovább körül. A rocksulis háttér ellenére a zenekar nem csak Debrecenben örvend nagy népszerűségnek, de a környékbeli városokban is adtak már koncerteket. Sőt, igyekeznek nem csak a megye határon, de az ország határokon túlra is eljuttatni különleges egyedi zenéjüket. A zenekarnak nagyon sok köze van a rocksulihoz, és ott is mutatkoztunk be. És hát kezdetben, mint minden amatőr vagy kezdő zenekar, a debreceni klub életben próbáltunk fellépéseket szervezni, és már lassan, hát kezdjük is kinőni ezt a kört, de megpróbálunk Debrecenen kívülre is minél többször eljutni. És hát a Rocksulinak és a Veszprémi Élőzene Egyesületnek köszönhetően sikerült most idén februárban Veszprémben is koncerteznünk, de játszottunk már például Hajdúböszörményben is. És hát távlati tervek között szerepel az, hogy ha sikerül a kapcsolatokat képíteni, akkor Nagyváradra eljussunk, Szegedre, vagy esetleg Szerbiába. A Blues Rocket zenéje minden korosztálynak tartogat olyan élményt, amiért érdemes kilátogatni egy-egy koncertjükre. Az élő zenét kedvelő emberek járnak a koncertjeinkre, szerintem a blues azt mindenki szereti, meg ezt a dallamosabb rock and roll dolgot, amit mi képviselünk, azt úgy nagyjából még a metálosok is meghallgatják szívesen, tehát hogy így nincs ilyen. Hát nyilván az idősebb korosztály azért jár, hogy ilyen régebbi bluesokat hallgasson, a fiatalabbak szeretnek egy kicsit mozogni, hogy egy gyorsabb, tempósabb számokra, de úgy nincs egy ilyen megosztva közönségünk, hogy most ilyenesek meg olyanosok, hanem úgy, akik szeretik így a gitárcentrikus élő zenét, azok úgy általában megtalálják velünk a számításukat. A koncerten felcsendültek a blues műfaj úgymond klasszikus számai is, mind angol, mind magyar nyelvterületről, amelyek nélkül nem lehetne igazi egy blues koncert. De ezek mellett persze a zenekar saját dalait is hallhatta a közönség. Yeah.
aki ennél tett engem, annak sokat adtok. Négy saját számunk van, ebből három van állóan koncertműsoron jelen pillanatban. Mondjuk most ezen a koncerten csak kettő lesz. És egyébként pedig a régi, hát 50-es évek Chicago bluesából merítünk, tehát onnan van egy jó néhány klasszikus, illetve a későbbi 60-as, 70-es évek érájából egy pár szám. A saját dalok írásán túl egy demo lemezt is tervezgetnek a fiúk. Már nagyon régen megfogalmazódott bennünk az, hogy rögzíteni kéne egy demót. Eleinte még úgy gondoltuk, hogy egy-két feldolgozás számot, amit játszunk a repertoárban, azt rögzítenénk, de mivel elég szépen alakulnak a saját számaink, ezért úgy döntöttünk, hogy inkább ezt a vonalat erősítjük, és hát legalább három saját számot szeretnénk rögzíteni. Most ez úgy néz ki, hogy talán szeptember-október táján eljutunk odáig, hogy stúdióba tudjunk vonulni, és hogyha elkészülnek ezek a felvételek, akkor az egyik számra videóklipet is terveznünk. Aki pedig lemaradt volna a zenekar hajdunánási fellépéséről, azaz interneten böngészve könnyen rátalálhat a Blues Rocket zenekarra, és meg is hallgathatja zenéjüket, amelyet nem csak a bluesrajongóknak, de minden igényes rockzenét kedvelőnek is ajánlunk figyelmébe. Egy csúros bár, egy csúros bár.
Szabolcs! Így vagy úgy eléged, de mi itt vagyok elének, fénycsillagok remények. Nézd, nem vagy ott a maszkép, miért hoztam még szaraznék? Nézd, élvezem a valamvét, miért élvezem a forondét? Szép engem meg nap is volt, eddig nem sok balé volt. Milyen bőcsek úgy ügyék, máshogy nyertéknél. Kezüket, hölgyeim! Jó estét, uraim! Erről tegőséget, Hajdunánás! Mindenki itt van, aki én is mutok, és számít. És aki ma este huligánkodni akar. Tessék! Na várjál! Most van! Mindjárt más a helyzet! Nagyon tisztelt, hölgyeim és uraim! Remélem már észrevettétek, mi vagyunk a Hooligans együttes még mindig, akik idén 15 évesek. A többit majd később, addig is annyit kérek tőletek, önöktől, hogy ne halkan, csak hangosan! Cause once I'm on the edge, I'm dead.
tisztelt hölgyeim és uraim, mint már mondottam, idén 15 esztendős a Hooligans együttes, azaz mi. Arra szeretnélek kérni benneteket, önöket, hogy mivel nekünk van egész éven születésnapunk, küldjenek nekünk egy születésnapi dalt, mely mondjuk szóljon így, hogy boldog szüli. What? Köszönjük nagyon szépen, köszönjük szépen! Szóljon a tap, jó hangosan, ne halkan! Tessenek a hátul is közelebb jönni nyugodtan, szórakozzunk együtt, ne külön! Viszont a legfontosabb, hogy hangosan! Szabadon a legjobb! Még mindig! Szabadul élet, a szívemnek nincs akadály.
és durva úgy csodol, mi csupa láncra fűzött arc, meg a fékevesztett hal. Ha is tart erőd inkább, úgy a véget tűd inkább, ez is fájdalomra szól. Ha is vége nem tombol, nem ez a vágyam, ez a szárnyam. Ha egy pontig végzett hely, nem ez az álmom, nem a világom, ez csak én hingedem. Yeah.
Igen, tisztelt hölgyeim és uraim! Amíg még nem udvarlunk, addig elárulom mindenkinek, hogy van egy darab életünk, legalábbis itt a Földön. Azt használjuk ki rendesen módjával. Mondjuk most! Hangzavar! Yeah.
Ez a rossz
nagyon szépen nyugodom a sócakát mindenkinek, cső!